December hónap rengeteg eseményt hoz magával minden évben, amikor is az önfelett ünneplésé a főszerep. Ekkor sem lehet megfeledkezni azonban azokról az alapvető és egyszerű szabályokról, melyek betartásával ezeket az alkalmakat biztonságban élhetjük át. Leggyakrabban tűzesetek fordulnak elő ilyenkor, melyeknek több kiváltó oka is lehet. Nagyon fontos a gyors és helyes reakció, amelyet Molnár Krisztina, a Csongrád megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője is elmondott stábunknak. Hogyha már megtörtént a baj, akkor senki ne próbálja magától eloltani a tüzet, senki sem kockáztathatja saját testi épségét. Haladéktalanul hívja a 112-es hírsegélyhívó számot, kollégáim rövid idő alatt a helyszínre érkeznek. Szintén fontos, hogy az égő mécseseket és gyertyákat ne hagyjuk rövid időre sem felügyelet nélkül. Az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg a katasztrófa védelem adatai szerint, amely a balesetek gyakoriságát illeti. Évről évre kevesebb tűzeset következik be az ünnepi időszakban. Ebben nagyon fontos szerepük van a lakosoknak, akik tényleg mindig megfogadják, és egyre jobban odafigyelnek arra, hogy betartsák ezeket az alapvető szabályokat. Egyébként nagyon fontos az is, hogy az égő sorokat, a fényfüzéreket se hagyjuk őrizetlenül, a nem megfelelő műszaki állapotú égősorok bizony problémát okozhatnak, de erre is mindenki odafigyel. Ezúttal köszönjük is a lakosoknak, hogy ezáltal csökkentek a lakástüzek Csongrád megyében is. Molnár Krisztina szintén elmondta, a kisgyermekes háztartásokban kiemelten fontos az említett előírások betartása. Mindenkinek saját felelőssége tehát, hogy figyeljen környezetére annak érdekében, hogy biztonságban teljenek az ünnepek.